Magyar Egyetem most először szerepel a Times Higher Education világrangsorának legjobb 250-es mezőnyében. A Semmelweis a tavalyi eredményén 41 helyet javított, és a tegnap nyilvánosságra hozott világrangsorban már az első 250 között tartják nyilván. Stefan Zoltánnak érkezett vendége. Köszönöm szépen, Áron. Jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok a Semmelweis Egyetem rektorának is, Merkeri Bélának. Jó reggelt kívánok! Gratulálok professzor úr ehhez a helyezéshez. Többször beszélgettünk már különböző rangsorokról, erről a Times Higher education -ről. mit érdemes tudni? Ez egy brit magazinnak a Times Higher Education-nek a, a rankingje, rangsora több mint 20 éves múltra tekint vissza. Ez talán a legelfogadottabb, legpatinánsabb ranking, mindenki ebben a rangsorba szeretne előre jutni. Világosak a feltételek, világosak a mérőszámok, hogy ez alapján igazi verseny alakul ki az egyetemek között. Mi alapján lehet felkerülni egy ilyen listára, és egyáltalán milyen területeket vizsgálnak, amikor a rangsort meghatározzák? Ebben a rangsorban a legjobb 1800 egyetemet veszik számba. Itt a, tudni kell, hogy a világon mintegy 28 ezer egyetem van. Ezek az egyetemek először ebbe a 1800-ba szeretnének bejutni, és aztán természetesen haladnak előre az oktatási környezet, a kutatás a különböző tudományos publikációkra, eredményekre adott idézettség, reakció, az ipari bevételek, valamint a nemzetközi orientáció számít. A koronavírus járványban betöltött szerepük, az hogyan befolyásolta ezt a ranglistát? Nagyon érdekes, hogy a legtöbb egyetem hátra csúszott ez alatt az idő alatt, hiszen online oktatás folyt, a kutatók nem tudtak elmenni a munkahelyükre, home office-ban dolgoztak. Ezzel szemben a Semmelweis Egyetem teljes oktatói, hallgatói csapata az ott dolgozott, tesztelt, oltott és a betegellátásban részt vett. És amikor megnéztük a tudományos teljesítményünket, ez alatt a két év alatt 30%-kal nőtt ez a teljesítmény, mutatván az, hogy az aktív részvétel természetesen újabb gondolokat gondolatokat, kutatási eredményeket hozott. Az orvos tudomány az egyik leggyorsabban fejlődő tudományág, és az új lehetőségekről publikációk jelennek meg. Talán ez az idézettség ebben a Semmelweis Egyetem most hol helyezkedik el? Hát ebben a legjobbak között van, tehát bőven a 250-en belül. Azt tudni kell az, hogy egy 236. helyet elérjünk, bizonyos paraméterekben a legelső között kell lenni, tehát van olyan, amiben a legjobb 10 között szerepel a Semmelweis Egyetem. Nagyon magas az átlagos idézettségünk, az azt jelenti, hogy olyan jelentős publikációk jelennek meg, amelyek átlagosan nagyon magas a a reakció, hiszen ez újabb gondolatokat, újabb hipotéziseket indít meg a versenytárs egyetemek között, és kezdődik a kutatás, elindul egy közös gondolkodás, közös platformban belép az ipar, próbál valami új lehetőséget találni, gyógyszerek, oltások, új technológiák bevetése, és ennek természetesen a végső haszna a betegellátásban jelenik meg. A ranglistával kapcsolatban Híradónk több hallgatót is megszólított, akik azt mondták, hogy már az első évben is bevetik őket a, a mélyvízbe. Volt olyan hallgató, aki arról beszélt, hogy a koronavírus járvány alatt akár a tesztelésben, akár az oltási programban is részt vettek. Hogyan hat a hallgatókra egy ilyen ranglista, hogyha mondjuk a külföldi hallgatókat is nézzük? Hát én azt gondolom, hogy mindenki a legjobb egyetemen szeretne tanulni, hiszen a, az életpályájukat úgy szeretnék indítani, hogy rendelkeznek egy olyan diplomával, amelynek van értéke. A szeretem oktatási színvonal, a kutatási teljesítménye és az a betegellátási aktivitása az példamutató, és én is örülök annak, hogy a hallgatók ilyen aktívan kiveszik a részüket. Azt kell elképzelni, hogy minden a betegellátás szinten zajlik, tehát Szem... a klinikákon. A Szemelővesz Egyetem tagja az IUNIVEL nevű kezdeményezésnek is, és most tanácskoztak több külföldi egyetem vezetőjével is. Mi ez a kezdeményezés, mi ennek a célja? Ez egy Európai Egyetemi Szövetség, amelynek a nemzetek jóléte a legfontosabb ezen belül is, természetesen az Európai Egyetemeknek a színvonalának, versenyképességének a, a további fejlesztése. Nyolc ország egyeteme, vezető egyeteme, az Egyesült Királyság. Németország, Svédország, Olaszország, Magyarország, tehát számos Franciaország, Spanyolország egyetemeinek rektorai vannak itt, ma is folytatódik a, a tanácskozás, az együttműködés lehetőséget keressük. Itt a nemzetközi esítésnek van nagy szerepe az, hogy ezek a fiatal hallgatók már igen korán tudják az egyesnál való, kooperációnak a lehetőségét megtalálni. Nagyon fontos az, hogy aki hozzánk jár egyetemre, mondjuk egy fél évet egy Egyesült Királyságbeli egyetemen tanulhasson, az oktatók pedig Magyarországon oktassanak, a mi oktatóink pedig Franciaországban, Németországban, és az is nagyon fontos, hogy nekünk 35%-ban nemzetközi hallgatónk van, három nyelven folyó oktatás van, ez természetesen egyedülálló az Európai Egyetemek között, ezt kívánjuk erősíteni, és ennek nagyon fontos nemzetgazdaság következményei vannak. Az a hallgató, aki itt végezte az egyetemet, és vezető funkciót fog ellátni majd mondjuk Németországban. Ez a mi legjobb nagy követünk lesz egész élete során. És hát nyilván egy ilyen rangsor, ez megjelenik külföldön is, akár hogyha a partnerintézményeket nézzük, ők is látják ezeket a rangsorokat, illetve hát a külföldön élő fiatalok, akikből aztán majd hallgató lehet. Én azban biztos vagyok, hogy több ezer egyetem rektora tegnap reggel hajnalba fölkelt, hogy megnézze, hogy milyenek a legújabb eredmények, úgyhogy ezek az eredmények aztán mindenütt világosak, és én is nagyon örülök, hogy a mai megnyitóra ezekkel az adatokkal tudok menni. Ő már korábban többször is hangsúlyozta hogy az oktatás, a kutatás, innováció és a gyógyítás segítségével váltak nemzetközileg elismert tudásközponttá. Hogyan lehet mind a három területen egy lépést még előrelépni, vagy ha úgy tetszik, hogy ne a nemzetközi trendekkel tartsák a lépést, hanem hogy önök alakítsák? Hát mi szeretnénk ebben vezető szerepet látni. Nekünk nagyon különleges az, és Európai Egyetemeken gyakran előfordul, de mi még intenzívebben szeretnénk a betegellátási kapacitásunkat növelni, az infrastruktúrát javítani, hiszen ez lehetővé teszi, hogy még több tehetséges magyar és nemzetközi hallgatók képzésébe tudunk részt venni, és ezekből a hallgatókból lesznek a jövő professzorai, azok, akik nálunk fognak dolgozni, és azért fognak dolgozni, hogy még jobb eredményeket érjünk el. Valahol ez megjelenik majd a rankingbe, egyszer bejutunk a legjobb száz közé is, csak ennek a másik eredménye az, hogy a, a nemzetünk jóléte, a lakosság egészségügyi állapota sokat fog javulni és a diákok között is toplistás az egyetem, a legmagasabb a bejutáshoz szükséges pontszám, és most is sokszoros volt a túljelentkezés. Hogyan hat, mely karokra hat leginkább egy ilyen rangsor? Minden karra hat, természetesen az általános tudományi karra a legnépszerűbb, mind a magyar hallgatók, mint egy négyszeres túljelentkezés, 441 volt a pontszám, tovább emelkedett a tavalyi évhez képest, a fogorvostudományi karon, az egészségtudományi karon, a gyógytornász, dietetikus, szak nagyon-nagyon uh, uh, nagy érdeklődésre uh, tesz A legtehetségesebb hallgatók jönnek ide, ez a legfontosabb, minden egyetem a tehetséges hallgatókért uh, dolgozik most is már megemlítette, de évekkel korábban is már arról beszélt, hogy a kitűzött cél az a száz legjobb egyetem közé kerülés. Ennek milyen konkrét előnyei lehetnek? Hát ez egy misztikus cél. Benne lenni a legjobb százban, ez olyan, mint részt venni egy olimpiai döntőn, és ott megtartani ezt a pozíciót, ez a legfontosabb. A legjobb száz számára egészen új lehetőségek nyílnak meg. Minden arról szól, hogy hogyan tudunk a, az új dolgok felfedezésében részt és hogyha valaki ma gondolkodik, hogy Közép-Kelet-Európából orosz és egészségtudományi kérdésekben kivel dolgozon együtt, én azt hiszem, hogy az első választás a és ezen felül szeretnénk természetesen a nyugat-európai partnerekkel is versenyben maradni. Ezt az eredményt nem lehet úgy elérni, hogy ne előzünk meg sok száz nyugat-európai, amerikai Egyesült Államokbeli vagy ázsiai kiváló egyetemet, mert mindenki ott akar lenni. Merkeli Bélának köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen.